szentély oltása méltó itt vallott életéről és századokon átívelő emlékezetéről. Kelemen Vidán életének a tettek és a szeretet. Kelemen Vidán élete a tettek és a szeretet útja volt. Az egyszerű nép, a főurak és a protestánsok is megkedvelték. Irodalmi munkásságában a katolikus hit ügyét szolgálta. A könyvében történeti források alapján mutatja be ezt a gazdag életpályát. Ebből mozgalmas lelkipásztor élet rajzolódik ki, tele jelentős eseményekkel, vállalkozásokkal, küzdelmekkel és lelki örömökkel is. Tudományos módszerekkel vizsgálja a Kelemen Vidától felelhető adatokat és a levelezésből kirajzolódó személyiséget. Bemutatta azt a kapcsolati hálót, amely szerint őt a kora történelmét meghatározó személyiségeivel összekötötte. Portrékat rajzolt a segítőiről, hogy világosá váljék, milyen befolyás gyakorolhatott ő, az ő ténykedése a meghatározó történelmi személyiségekre. Kelemen Vidán csodája, hogy egy halott országba, köztük a Veszendőlátó Miskolcba, a hősi fokon gyakorolt szeretetet investálta. Szolgálatát a vallási szükség állami idején végezte, amikor a katolikus hitet, az emberek életét a kihalás járványon veszélyeztették. A pusztulásban élők számára a vigasztalás és a segélyezés forrását jelentette személyiséget. Ugyanakkor a gazdagsággal és a döntéshozatallal rendelkező vezetőket a szükséges változtatásokra ösztönözte. Tevékenysége által a 18. században a katolikus egyház pozíciója megerősödött, ebben a Károlyaknak, Kelemen Vidánnak és szerzetes társainak óriási szerepet. A Károlyi család